Bilinszky János. Bántalom. Megbántottak. Hihetetlen a sértés, és hihetetlen a sértegető arca. Mintha nagyító üveg mögül sértegetne. Akár egy természeti katasztrófa akkorára nőnek vonásai. Úgy is bámulok rá. Elképedve és megsemmisülve, s már nem is értem, amit mond, csak a szavai mögött tomboló indulatot látom, szemeinek viharát, vonásainak hegyomlását. Eszembe se jut, hogy védekezzem. Gyermekkoromban se verekedtem senkivel, olyan hihetetlennek tűnt, hogy valaki rám veti magát, földre veri a sapkámat. Szemei, mint a viharos tó tükre, mikor szél és eső mossa el a víz határát. Mit is remélhetnék ekkora indulattól? S szívem mélyén már nem is azt kérnem szorongva, hogy mit is akarhat tőlem. Sokkal inkább azt, hogy ugyan mit is akarhat velem. Ez az elemi harag. Tudja-e vajon, kit bánt? Hogy mennyi valódi baj és bánat nyomaszt amúgy is? S ő maga életének milyen távoli titkos sérelmeiért kíván most bosszút állni rajtam, aki nem támadok, és aki nem védekezem. Arcát egész nap nem tudom elfelejteni. Jövök, megyek az utcán, egy ismerőssel beszélgetek a zsúfolt villamoson, indulata szüntelen parásként égeti mellemet. El akarom felejteni, szabadulni akarok tőle, de bántása elkísér mindenhová. Hiába próbálok dolgozni, hiába igyekszem elmerülni egy most megjelent verskötetbe, haragja átsüt a híradó képein, átég a figyelmetlenül olvasott verssorokon. Holtfáradt vagyok, mire hazafelé indulok. És ekkor történik velem a csöndes és csodálatos változás. Pontosan akkor, amikor befordulok az utcánkba. A fordulóban utcánk, ez a szürke és öreg utca, már ezerszer és ezerszer jött elébem, de máskor valahogy alig vettem észre, és most határozottan érzem, hogy szól hozzám. Különös gyöngétséggel szól, idáig alig észrevett szavakkal. Hogy mik ezek a szavak? Nem lehet ezeket a szavakat emberi beszédre lefordítani, ahogy a sértések villámait sem. De az utcánk szavai egészen másféle, nagyon csendes és kimondhatatlanul békességes szavak, s valami ilyesfélét mondanak. Nézd, milyen kis meghitt terkéje van a sarki háznak, s milyen tündéri kőminták nyújtóznak ez alatt a szürke tető alatt. Vagy nézd, milyen szelíd növények suhognak a templom falon. Nem vagy egyedül. Lám, gyermekek indulnak feléd az utca mélyéről az alkonyat szürke világosságában, s az ismerős kövek és kopások a falakon most mind-mind észrevesznek. Ne légy szomorú. Látod, még a kövek is törődnek bánatoddal. S a csöndes csoda, ha szabad így neveznem, otthon is folytatódik. A lámpa fénye meghittebb, mint máskor, s az ágy ezerszerte nyugalmasabb. S az ágy mellett a fal, mit nappal tarka párnák takarnak, most úgy tűnik elő, mint nagyon távoli gyermekkori kert kőfala, s rajta a csúnya kopások, csupa messzi, rég elfeledett emlék. Észre se veszem,
Most oldódik bennem a bántalom. Valami nagyon jó sírás utáni nyugalmat érzek. A vánkosnak is puha, a paplannak is szinte, személyhez szóló az érintése. Bármire esik pillantásom, a falra, a lámpára, kezemben a könyvre, beszél hozzám, mint a sorról sorra megfejtett titkos írás. Beszél és vigasztal. És az imádság is sokkalta erősebb és tisztább és forróbb lámpaoltás után a sötétben. Az álomban pedig úgy tűnök el, mint egy régi kertben, mint egy régi fénykép őriz.